9 perccel fél egy után, tehát híradóval folytatjuk az M1-en. Jó napot kívánok! Pest megyében is enyhítik a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a 11 napja bevezetett enyhítő intézkedéseket az élet visszaigazolta, vidéken a lazítások nem vezettek a fertőzések tömegessé válásához. A miniszter arról is beszélt, hétfőtől mind a 19 megyében kinyithatnak a vendéglátóegységek belső terei, szabadtéri játszóterek és parkok, illetve a szállodák és a panziók is fogadhatnak vendéget a távolságtartás és a maszkviselés szabályainak betartása mellett. Arról is beszélt, hogy Budapest esetében kikérték a kerületi polgármesterek véleményét az esetleges lazításokról. Az operatív törzs ezek, illetve járványügyi szakemberek meghallgatása után még a héten döntést hoz a budapesti enyhítésekről is. A Pest megyei fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekintjük egy egységnek. Budapesten ma délután 3 óráig kértük a fővárosi főpolgármestert és polgármestereket, hogy legyenek kedvesek véleményt nyilvánítani azzal kapcsolatosan, hogy milyen döntést hozzon a kormány. A legfrissebb ma reggeli adatok szerint egy nap alatt 39-el nőtt a betegek száma, így összesen 3380 embernél mutatták ki a koronavírust. Újabb 6 idős krónikus beteg halt meg a betegség következtében, az elhunytak száma ezzel 436-ra nőtt. 1775 aktív koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván. Jelenleg valamivel kevesebb, mint 660 beteget ápolnak kórházban, és 49-en vannak lélegeztetőgépen. Több mint 1100-an pedig már meggyógyultak. Mérséklődik a koronavírus járvány Magyarországon, erről az országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette, az adatok arra utalnak, hogy egy nyugvó szakaszba érkeztünk, csökken a fertőzöttek száma, a gyógyulóké pedig egyre növekszik. A járvány mérséklődik hazánkban, és immáron egy csökkenésnek vagyunk tanúi. Természetesen folyamatosan követjük az adatokat, vizsgáljuk azoknak az alakulását, a járvány dinamikáját, de most már bizonyosan kijelenthető, hogy az a nyitás, amit az elmúlt hét elején vidéken alkalmaztunk, az átlagos lappangási időt figyelembe véve, tehát az 5-6 napot nem eredményezett fertőzési többletet. Újabb védőeszközszállítmányok érkeznek 29 kórházba és az idős otthonokba, mondta az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kis Róbert arról is beszélt, hogy 2 mobiltelefonos alkalmazást fejlesztettek a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Az egyik a már korábban ismertetett házi karantén applikáció, ami a hatósági házi karantént ellenőrzi elektronikus úton az önkéntes letöltőknél. Ezt már több mint 500-an használják. A másik alkalmazás pedig egy vírusradar. A vírusradar alkalmazás használata a kontaktus kutatáshoz segít bennünket. Ennek az alkalmazásnak a tömeges használata során az azonosított fertőzöttekről kimutatható, hogy a megelőző 2 hétben mely személyekhez volt 2 méteres távolságon belül legalább 20 perc időtartamig. Egy nappal meghosszabbították az országos koronavírus szűrést, így szombaton még végeznek néhány tesztet. Csaknem 18 ezer embert kértek fel, hogy vegyen részt a reprezentatív felmérésben. A meghívottak több mint fele már megjelent a szűrésen. Az eddigi eredményekből az látszik, hogy itthon nagyon alacsony a koronavírussal fertőzöttek száma. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en azt kérte, azok, akik meghívást kaptak, menjenek el a szűrésre, mert aki így tesz, az a családját is védi, hiszen a közvetlen környezetének is hasznosítható adatokkal szolgálhat a szűrőprogram. Ahhoz, hogy kellően részletgazdag és informatív legyen a szűrés, ahhoz minél többnek el kell jönni. A számításaink szerint ez közel 11 ezer főt jelent, de azt tudni kell, hogy ez a szűrés nem csak hazánkra globálisan érvényes fertőzöttségi és átfertőzöttségi adatokat ad, hanem regionálisan is. Tehát annak a területnek, annak a régiónak, annak a városnak a fertőzöttségét és az átfertőzöttségét is mutathatja.
Gőzerővel keresik az újfajta koronavírus ellenszerét a Pécsi Tudományegyetem virológiai laboratóriumában. A különleges biztonsági szintű laborba most kivételesen az M1 stábját is beengedték. Ez az a pécsi labor, ahol vizsgálják az újfajta koronavírust. Ide eddig nem léphetett be televíziós stáb. Itt válogatják, elemzik és tesztelik a mintákat. A Szent Ágotai János Kutatóközpontban a cél az, hogy feltérképezzék a vírus genetikai állományát, és figyelik az esetleges változásait is. Itt vizsgálják azt is, hogy melyik lehet az a hatóanyag, amelyik megakadályozhatja, hogy a vírus tovább fertőzzön. Már meglévő gyógyszerhatóanyagokat is tesztelnek. Többről kiderült, hogy nagyon ígéretes lehet az új koronavírus ellen. Jelen pillanatban a Magyar Felsőoktatási és Kutatóintézmények közül egyedül a Pécsi Egyetemnek van olyan magas biológusbiztonsági szintű BSL-3-as, illetve BSL-4-es kutatólaboratóriuma, ahol ezeket a vizsgálatokat ténylegesen el lehet végezni. Ugye nagyon fontos, hogy mind a hatóanyagteszteknél, mind a potenciálisan majdani vakcinafejlesztési vagy gyógyszerfejlesztési projekteknél az élő, mi úgy szoktuk mondani élő, de ez nyilván nem élő, infektív, fertőzőképes vírussal kell dolgoznunk. Azt pedig csak és kizárólag ilyen magas biológiai biztonsági szintű laborban tudjuk elvégezni. A laborba csak igen felkészült szakemberek léphetnek be rendkívül magas biztonsági követelmények mellett. Ilyen védőfelszerelést kell felvenniük, amelyet előtte többször ellenőriznek. Zsilip kapuk zárják a labort, a benn dolgozókat pedig folyamatosan ellenőrzik. Ez az objektum kulcsfontosságú a hazai koronavírus kutatásokban. Gyakorlatilag ennek a jelentőségét ez a vírusjárvány most nemzetközi dimenzióba helyezte, hiszen a magyar kormányzat részéről is egy olyan fajta akciócsoport központjába válhatott ez az intézmény, amelyik ebben a küzdelemben kivehette a részét magában, részben az oltóanyag előállításban, gyógyszereknek a tesztelésében, és ami még fontosabb, egy speciális terület, akár ennek a vírusnak a származásának a felderítésében, genetikai állományának a pontosabb megismerésében. A kutatók szerint jó hír, hogy eddig nem találtak olyan változást a vírus genetikai állományában, amely befolyásolná, milyen gyorsan terjed a vírus. Ez pedig a vakcinateszteket is segíti, hogy mielőbb elkészülhessen a védőoltás. A koronavírus járvány még nem érezteti jelentősen a hatását az építőiparban, így értékelte a friss statisztikai adatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Boros Anita hangsúlyozta, drasztikus visszaeséssel továbbra sem számolnak. Hozzátette, hogy hamarosan újabb támogatást kaphat a szektor. Dedikáltan az építőipar számára is van egy 65 milliárd forintnyi forrással különítve. Ugye ebben a 65 milliárd, vagy ezt a 65 milliárd forintot valójában arra szánjuk, hogy próbálnánk az építőipari, főként KKV-k technológia fejlesztését, a munkaerő megtartó képességét támogatni, és hát emellett azt is szeretnénk, hogy nyilván a hazai munkaerő itt maradjon Magyarországon, tehát képzési programokat szeretnénk kidolgozni. Magyarország azon országok között van, amelyeknek Japán ingyenesen biztosít a koronavírus kezelésében eredményesnek mutatkozó gyógyszert, közölte közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter telefonon egyeztetett japán kollégájával, aki gratulált a járvány magyarországi kezeléséhez. A külügyminiszter közölte, 12.200 tablettát kap Magyarország, amely 100 beteg kezelésére elég. A gyógyszereket már legyártották, most a szállítást készítik elő. Ismét Magyarországról vitáztak az Európai Parlamentben, a baloldali frakciók kezdeményezésére ezúttal a magyar koronavírus törvény volt napirenden. A testület baloldali elnöke nem adott arra lehetőséget, hogy a kormányt az igazságügyi miniszter képviselje, így Varga Judit az interneten tette közé beszédét, amelyben úgy fogalmazott, ha baloldali pártok az ítéletet megírták, a védőbeszédre már nem voltak kíváncsiak. A zöldek kezdeményezésére és a liberális, valamint a baloldali frakciók támogatásával került napirendre az Európai Parlamentben a magyar koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. Az Európai Bizottság alelnöke, aki korábban többször is leszögezte, hogy a jogszabály nem ellenkezik az uniós joggal, ezt a véleményét ma is fenntartotta. Ugyanakkor aggasztónak is nevezte a magyar jogszabályt. A sürgősségi helyzettel kapcsolatos intézkedéseket Magyarországon úgy tűnik, hogy sokkal szélesebb körben alkalmazták, mint más tagállamban, és nincsen időkorlátokhoz kötve. Nem világos, hogy a kijárási korlátozás és a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályok miként néznek ki. Ezek pedig a jogbiztonság és a szólásszabadság szempontjából aggályosak, mondta Vera Jurová.
A szocialista Iracha García Pérez arról beszélt, hogy szerinte Magyarország már nem tekinthető demokráciának. A képviselő a Soros Györgyhöz köthető Freedom House éves jelentésében írtakra hivatkozott. Hány ürügyre van még szükség ahhoz, hogy Orbán Viktorral kapcsolatban észrevegyék, hogy ő csúfot űz mindenkiből? Nem Magyarországot akarjuk támadni, hanem azokat, akik a demokráciát akarják megszüntetni egy európai országban, jelentette ki a spanyol képviselő. A francia Nicolas Bay szerint politikai okokból támadják Orbán Viktort. Orbán Viktor a legutóbbi választáson hatalmas legitimitást kapott, és most hirtelen mindenki ellene fordult, mert a baloldalnak nem felel meg az, amit Orbán Viktor csinál. Állandóan Magyarországról beszélünk, állandó a hisztéria ezzel az országgal kapcsolatban, hangsúlyozta Nicolas Bay. A liberális Ramona Strugario azt mondta, Magyarország elfordult Európától, és bebörtönzi azokat, akik kritizálják a kormányt. Ennek a kormánynak sem ma, se holnap és semmikor nem szabadna egy fillért se kapnia az európai költségvetésből, addig, amíg be nem tartják a törvényeket, hangsúlyozta a román politikus. Vannak frakciók a balliberális oldalon, amelyek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ne támadják újra meg újra immár havi rendszerességgel Magyarországot. Az Európai Néppárt a fideszes Deli Andort tette meg a Vitapont vezérszónokának, és felszólalásában kritizálta az Európai Parlament elnökét, amiért David Sassoli nem tette lehetővé, hogy a magyar igazságügyi miniszter is felszólalhasson a vitában. A magyar politikus hangsúlyozta, az Európai Bizottság nem találta jogsértőnek a magyar jogszabályt. A bizottság pedig nem állapított meg semmilyen jogsértést a felhatalmazási törvény kapcsán. Ezért ez a vita számomra egyszerűen az európai értékek és az alapvető jogi elvek megcsúfolása és a régi koncepciós perek idejét idézi. Az Európai Parlament a demokrácia és a parlamentarizmus karikatúrája lett, áll a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának sajtóközleményében. Azt írták a Fidesz és a KDNP Európai Parlamenti képviselői, méltatlannak és kiábrándítónak tartják, hogy miközben Európában már 160 ezeren haltak meg a koronavírus járványban, és milliók lettek munkanélküliek, a baloldal és a Soros hálózat nem az európai polgárok sorsával, hanem továbbra is Magyarország megtámadásával van elfoglalva, úgy fogalmaztak. A vita során ugyanazok szólaltak meg, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés felépítése miatt folyton támadják hazánkat. Az Európai Parlamentben betiltották a beszédemet, amit a magyar emberek és Magyarország védelmében szerettem volna elmondani. Reagált a vitára Varga Judit a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Egy olyan intézmény akarja jogállamiságból és demokráciából sokadszorra oktatni Magyarországot, amely még a tisztességes eljárás látszatára sem ügyel, írta. A tárcavezető hangsúlyozta, a baloldali pártok az ítéletet megírták, a védőbeszédre már nem voltak kíváncsiak. Boszorkányüldözés és koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, az ilyen eljárások csak arra jók, hogy roncsanak az EU megítélésén. Példát annak tartjuk, hogy miközben az Európai Unió Soros elnökségét egy államtitkár képviseli, Horvátország államtitkára, addig a magyar kormány tagjának, az Európai Uniós ügyekért felelős igazságügyi miniszternek nem adnak lehetőséget a megszólásra. Június 15-től Ausztria megnyitja több szomszédos országgal közös határát. Az osztrák kormány bejelentése szerint a keleti szomszédaikkal is folynak a tárgyalások. Olaszországban 55 milliárd eurós segéllyel indítanák újra a gazdaságot, Németországban pedig felülvizsgálják a húsüzemek munkáltatóira és dolgozóira vonatkozó törvényeket. Több német járásban azért kellett elhalasztani az óvintézkedések lazítását, mert a kelet-európai vendégmunkások között több százan fertőzöttek voltak. Még ellenőrzik az autósokat az osztrák-német határon, de már nem sokáig. A két ország június 15-től minden korlátozás nélkül engedélyezi az átlépést állampolgárai számára. Sikerült megegyeznünk a német kancellárral, ami annak köszönhető, hogy a két országban alacsony a fertőzöttek száma. Hamarosan ugyanilyen egyességre jutunk Svájccal és Liechtensteinnel is. A keleti szomszédainkkal is tárgyalunk, és heteken belül itt is hasonló megállapodásra jutunk majd, fogalmazott az osztrák kancellár. Sebastian Kurz hozzátette, Olaszország irányába egyelőre nem nyílnak meg a határok. A fertőzöttek magas száma miatt erre nincs lehetőség.
A templomokat fertőtlenítik Rómában. Hétfőtől két hónapnyi kényszerszünet után ismét lesznek misék. Ugyanakkor egy nap alatt ismét majdnem 200-zal emelkedett a járvány halálos áldozatainak a száma. Az olasz miniszterelnök jelentős segélycsomagot jelentett be a gazdaság talpra állítására. 55 milliárd eurót osztanak szét az olyan vállalkozások között, amelyek csőd közeli helyzetbe kerültek a járvány miatt. Giuseppe Conte azt mondta, hogy az ország nagy bajban van, és ez a segélycsomag lesz az eszköze annak, hogy a gazdaság újraindulhasson. Hétfőn lazítottak először Franciaországban a korlátozásokon. Az emberek előzönlötték az utcákat, Párizsban egyre többen sétálnak a Szajna partján. A kormány döntött arról, hogy az ország nemzeti ünnepén július 14-én az egészségügyi dolgozók előtt fognak tisztelegni. Csak a párizsi kórházakban eddig 4500 egészségügyi dolgozó fertőződött meg, és négyen vesztették életüket a járványban. Egyelőre nem folytatódik a korlátozások lazítása több német tartományban, a kelet-európai vendégmunkásokat foglalkoztató húsüzemekben végigsöprő fertőzés hullám miatt. Több száz főleg Romániából érkezett munkás úgy kezdett ismét dolgozni, hogy koronavírussal volt fertőzött. A húsüzemekben vizsgálatot indítottak a hatóságok. Komoly hiányosságokra derült fény a munkások elhelyezését illetően. Meg kell találnunk, kik a felelősök ezért. Nem vagyok megelégedve azzal, amit ezeken a helyeken tapasztaltunk, fogalmazott a német parlamentben Angela Merkel. A kancellár azt mondta, a kormány rövid időn belül új törvényekkel szabályozza majd a húsüzemek működését. Felülvizsgálják azt a gyakorlatot, hogy közvetítők szállítják Kelet-Európából a dolgozókat, akiket aztán zsúfolt munkásszállásokon helyeznek el. Német lapjelentések szerint országszerte 600-nál is több fertőzést mutattak ki azokon a tömegszállásokon, ahol a húsüzemekben dolgozó vendégmunkások élnek. Továbbra is vegyes képet mutat a vírus terjedése az Egyesült Államokban. Több államban csökkent, másutt emelkedett a fertőzöttek száma. A kaliforniai Los Angelesben újra nyitottak a strandok, a szakemberek szerint azonban július végéig nem indul újra az élet a megyében. Élettel teltek meg a homokos strandok a Kalifornia állambeli Los Angelesben. Szerdán március közepe óta először újra élvezhették a napsugarait az emberek az óceán partján. Köszöntünk ismét mindenkit a strandon, ez egy remek hely a kikapcsolódásra. Arra kérjük azonban az ideérkezőket, hogy tartsák meg egymástól az előírt távolságot, viseljenek maszkot és ne maradjanak egy helyben, mozogjanak, figyelmeztetett a vízimentők kapitánya. Hiába azonban a felszólítás, nem mindenki tartotta be a szabályokat. Noha kizárólag valamiféle testmozgást végezhetnének a strandon az emberek, vannak, akik pihennek. Ugyanakkor az az érzésem, hogy meglehetősen elszórtan helyezkednek el, és csak nem 2 méter távolságot tartanak egymástól. Szóval látszólag minden rendben, vélekedett egy helybéli. A lazítás ellenére Los Angeles közegészségügyi vezetője bejelentette, még legkevesebb 3 hónapig érvényben kell maradniuk a járvány megfékezését célzó intézkedéseknek, így például a kijárási korlátozásoknak. A bejelentés nem azt jelenti, hogy a Los Angelesieknek egész nyáron begubózva kell élniük, hangsúlyozta Los Angeles polgármestere. Csupán arról van szó, hogy a város és az egész megye részlegesen és fokozatosan indítja újra a mindennapi életet, úgyhogy közben a helyiek betartják a szabályokat. Valamennyi államban és megyében, amely már újra nyitott, érvényben vannak bizonyos közegészségügyi előírások, ez nálunk is így lesz. De ez nem azt jelenti, hogy teljes vesztegzár lesz. Ahogyan haladunk előre, remélhetőleg egyre kevesebb korlátozás marad érvényben, mondta a polgármester. Szerdán eközben több államban tovább emelkedett az újonnan diagnosztizált koronavírus fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Már 84 ezernél is többen haltak meg szerte az országban. New Yorkban viszont laposodott a járvány görbe. Andrew Cuomo kormányzó közölte, hogy az állam több megyéjében mostantól elvégezhetik az elhalasztott műtéteket is. Közben vizsgálatot indítottak több mint 100 gyermek megbetegedése miatt. A fiatalok a gyanú szerint toxikus sokkban, vagy a vérerek kitágulásával és gyulladásával járó Kawasaki kórban szenvednek, amely nem kizárt, hogy a COVID-19 lehetséges szövődményeként alakult ki. A megbetegedésben eddig 3 gyerek halt meg.
Világszerte sokan sokféleképpen próbálnak meg segíteni a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került embereken. Egy 91 éves brit hölgy például az egészségügyi dolgozóknak gyűjt pénzt azzal, hogy fonalból egy egész kórházat kötött. A Norvég Nemzeti Balett művészei idős otthonok lakóit szórakoztatják a karantén alatt. A világ legmagasabb épülete, a dubái Burj Khalifa pedig az elmúlt napokban a világ legnagyobb adománygyűjtő doboza volt. Nagy a sürgésforgás ebben a fonalból készült kórházban. A különleges alkotást egy 91 éves brit asszony kötötte. A Parányi aprólékosan kidolgozott intézményben betegszobák, várótermek, baleseti sebészeti osztály és gyerekosztály is van. Szerettem volna én is valami hasznosat tenni. A korom miatt én nem tehetem ki a lábam, és akkor eszembe jutott, hogy újra kötök valamit jótékonysági célból. Arra gondoltam, hogy ezúttal egy kórházat készítek, és az egészségügyi dolgozók gyűjtök vele pénzt, magyarázta az asszony. Az idős hölgy korábban gyűjtött már adományt, egyebek mellett II. Erzsébet brit királynő Sandringham-i kastélyának kötött változatával. Ez már Norvégia. A Norvég Nemzeti Balett művészei egész májusban idős otthonok lakóit szórakoztatják az előadásaikkal. Egy mobil színpadon a járványügyi szabályok teljes körű betartásával adják elő produkciójukat. A párom az elmúlt időszakban a nappaliában, én a konyhámban edzettem, most végre van lehetőségünk, hogy együtt előadhassuk a műsorszámot, mondta az egyik balerina. Bangkokban 40 ezer adag melegételt készítenek 10 nap alatt, a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került embereknek profi tájszakácsok. Egy helyi segélyszervezet 200 séfet és több tucat taxisofőrt foglalkoztat, az ételeket ugyanis házhoz is viszik a rászorulóknak. Azért vagyok itt, hogy főzzek, egyébként sincs most más munkám. Én is bajban vagyok, de tudom, hogy nálam sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is vannak. Értük is teszem most ezt, mondta az egyik szakács. A rászorulók étkeztetését Dubajban rendhagyó módon segítették. A jótékonysági akcióban ezúttal a világ legmagasabb épülete, a 828 méteres Burj Khalifa is fontos szerepet kapott. Az adományozók döntötték el, hogy mikor gyújjanak ki a fények a toronyházon. A világ legnagyobb adománygyűjtő doboza lett most a Burj Khalifa, egy innovatív ötlet révén. Az épületen 1,2 millió LED lámpa van, most mindegyik lámpa, amelyik világít, egy adag ételt jelent a rászorulóknak, mondta az egyik ötletgazda. Bő egy hét alatt az összes LED lámpát felkapcsolták a toronyházon az adományozók, akik átszámítva nagyjából 1000 forintnak megfelelő emirátusi dirhamért vettek egy adag ételt. Itthon héjatolvaj solymászokat fogtak el Tahitót falu határában. A rendőröket arról értesítették, hogy egy bükkfán fészkelő héja két fiókáját ismeretlenek megpróbálják ellopni. A helyszínen tetten értek három férfit és egy nőt, akik a védett madarakat a fészekből kiemelték. A házkutatásoknál még két héja fiókát, egy kifejlett héját és egy engedély nélkül tartott lőfegyvert is találtak. A gyanúsítottak beismerő vallomást tettek. A tettenérésnél lefoglalt fiókákat visszahelyezték a fészkükbe, a többi madarat pedig a fővárosi állat- és növénykert természetvédelmi mentőhelyére szállították. Ez volt a Híradó, további híreket, információkat és videókat is találhatnak weboldalunkon a híradó.hu címen. Azonnal folytatjuk sporttal a Nemzeti Sport Híradóban.